ez egy ilyen szeretet igazából, így az anyagok szeretete, és az egész organikus anyag szeretete szerintem így kihatsz, hogyha ezt viseled, akkor ezt így érzed így magadon, meg a bőrödön, és ez egy ilyen tisztelet szerintem így a földünk felé, vagy így a környezetünk felé. Még nem volt ilyen, hogy anya-lánya beszélgetés készült egy márka kapcsán, és amire legkíváncsibb vagyok veletek kapcsolatban, az, hogy hogyan lehet két generációnak kezelni mondjuk egy-egy ruhadarabot, vagy kezelni azt a helyzetet, hogy adott esetben másként gondolkodtok. Nem, hát pont ez a lényeg, hogy ha ruháról van szó, vagy tehát bármiről, ami ilyen kreatív dolog, akkor nagyon hasonló az ízlésünk. Ugye egymás ruháit hordjuk, tehát bérremenőkbe tudunk veszekedni, hogy ezt add vissza, elviszem, igen. Úgyhogy abszolút nagyon jól működünk együtt, hasonló az ízlésvilágunk. Nyilván te belenőttél, Alice, egy ízlésvilágba, amit anyukád adott neked, vagy mutatott neked az évek alatt. Ez mi volt? Hát igazából én arra emlékszem, hogy nagyon kiskoromtól már eldönthettem én, hogy mit veszek fel. Szóval ő így megengedte nekem, hogy amikor vásárolni mentünk, akkor én döntöttem el, hogy mit szeretnék. Nyilván volt már egy ilyen kis kialakult stílusom, akkor egy ilyen, nem tudom, ilyen vagány kislány voltam, nem? Igen, az voltál, igen. Egyébként szerintem ez nagyon sokat jelentett, az, hogy nem készítik ki valaki reggelente a ruháidat, hanem az, hogy te meghozhatsz egy döntést, és ezt szerintem aztán az élet minden területére is. Igen, igaz, igen. És ez nem csak aztán az ízlésben vagy a ruhákban fog megjelenni, hanem ez fontos, hogy kapsz egy ilyen szabadságot. Igen, és ugye azért a kis gyerekekre jellemző, hogy mondjuk így pillangó ruhában, meg hercegnő ruhában akarnak óviba menni, vagyis hogy én ezt látom így a családban a kisebb gyerekeken, és nálam nem volt ez szerintem soha, nem. Szóval mindig ilyen racionálisan akartam már öltözködni kiskorom óta. A racionális, az nekem egyébként egy kicsit egyelő a letisztultsággal is, igen, ami rátok jellemző, hogyha most rátok nézek, akkor is, de hogyha mondjuk végignézek itt az állványon, azért akkor is ezt látom, hogy... Igen, szeretjük ezeket a egyenes, letisztult, nem túl variált, ezt szeretjük, mindig is ezt szerettük, úgyhogy általában így is vásároltunk. Tehát amikor nem a saját dolgainkat hordtuk, akkor is így ilyen, ezen az alapon vásároltunk, és hála Istennek Aliz is pici kora óta mindig a letisztultat választotta. És ez a ruhánk az ilyen klasszikus Elisár darab, ez a dupla géz maxi ruha, és ebből ugye van egy midi verzió is, és ebből lehet választani ugye egy V kivágást is, amikor megrendelik. Úgyhogy szerintem ebből a ruhából... Hát nagyon sokat. Ebből adtuk el a legtöbbet. Szerintem ez egy 3 évvel ezelőtti nyári kollekció, igen, volt, és még most is ez a fő. Ez mindig vissza kell, hogy kerüljön nyáron. Igen, kicsit hosszabb, kicsit rövidebb. Volt, hogy valaki kérte minibe, úgyhogy ez a ruha, ez mindig. Tehát és ebből rengeteget várok. És ez külföldön is nagyon. Igen, Amerikában is nagyon sokat. Amerika, Ausztrália, Hollandia, ahova nagyon sokat szoktak belerendelni, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy sikersztori. Igen, ez a klasszikunk, igen. Az anyagválasztásokról, azokról azért majd még meséljetek, mert ez egy nagyon eszenciális része szerintem a márkátoknak. De hát először is a kezdetek. Tehát egyáltalán hogyan jött az ötlet, hogy ti ketten, anya-lánya belevágtok egy márkába? Hát igazság szerint én már 2 évvel előtte egy barátnőknek, meg így picibe, így ilyen hobbi szinten elkezdtem ezt itt varogattam, vettem egy gépet, vettem még egy gépet, akkor hobbi volt. És ahogy Aliz belépett, abban a pillanatban így egyszer csak így elindultunk mindenfele, külföldre mindonnan elkezdtek rendelgetni, és kiegészítjük egymást, jól meg vagyunk. Én nem szólok az ő dolgából, nem szól az enyémbe, nagyon jó így, nem? Jó, igen, de hogy ugye ez még abból jött, hogy mi eléggé ilyen vásárlási mániások voltunk. Igen? Igen, igen. Tehát nekünk a hétvégi program az volt, hogy akkor elment a család, és akkor vásároltunk. Képesek voltunk Bécsig elmenni, tehát örökké vásároltunk, és kerestük a designer darabokat, oda voltunk a designer darabért. Meg hát ugye a fast fashion darabokat, amikből én
így tinédzser koromban szerintem minden hétvégén új, tehát hogy új ruha volt rajtam, szinte volt, hogy nem is vettem fel kétszer egy ruhát, és akkor ez azért volt, mert azért nem vettem fel kétszer, mert utána már egyszer kimostuk azt a darabot, utána már tök máshogy nézett ki a ruhám, tehát mondjuk egy póló. Beraktuk a mosógépbe, és megcsavarodott, meg kinyúlt rajtam, meg így. És akkor én amúgy az ilyen lezserebb ruhákat szeretem, és akkor így ebből adódóan lett, hogy anyu nekem is elkezdett ruhákat csinálni. És én az elején tényleg csak így varrattam anyuval így a ruhácskákat. Tök jó volt, hogy így nézték, hogy jaj, de szép ruhám van, meg hogy ki csinálta, meg honnan van. Jaj, anyukám csinálta, és akkor ez ilyen menő dolog volt, de ez az együtt dolgozás akkor még így egyáltalán nem volt a fejünkben. Így igen, ilyen szinten. Mert téged így nem érdekelt, igen, akkor még. És akkor egy idő után igen, így elkezdtél foglalkozni vele, hogy téged mégiscsak érdekel. És akkor pont egyedül voltam, egyedül csináltam, és akkor mondta Alice, hogy akkor beszáll, és akkor viszi a marketinget. De azért a marketingen kívül beleszólsz valamennyire abba is, hogy mondjuk, nem tudom, ez egy pöttyös anyag legyen, vagy ez abszolút anyukádra hagyod? Hát a mintadarabok elkészítésekor az anyagrendelést azt így meg szoktuk beszélni egymással, hogy milyen árnyalatok legyenek. Ugye mi nem nagyon követjük így a trendeket, inkább azokat a színeket használjuk, amiket így mi is szeretünk, vagy viselnénk szívesen, de azért gondolni kell a vásárlókra is, hogy amúgy ő meg felvenni a sárgát, meg a babarózsaszínt, meg az ilyen erősebb bordós színeket, és akkor általában ezeket így ketten átbeszéljük, és akkor megszületik egy ilyen összkoncepció a végére. Hát, amikor kijön egy új kollekció, igen, előtte is elkezdem tervezni, meg elkezdem elkészíteni, akkor mindig egyeztetünk, tehát hogy azért fontos, hogy hiszen van köztünk, tehát hogy más korosztály vagyunk, és azért érdekel a Liz véleménye is, hogy milyen színekkel dolgozzunk. Meg ugye az anyagoknál anya nem nagyon szeret a lennel dolgozni, mert a lennel sokkal nehezebb dolgozni, és sokkal jobban szereti a gészt varni és használni. Én meg viszont nagyon szeretem a lent, szóval hogyha én nem lennék a márkában, lehet, hogy már nem lenne lemvászon egyébként. Igen, száműztem volna a lemvásznak. Meg kemény, nem kemény, szerettem, igen, és ez meg olyan puha gész, puha, kellemes vele, rugalmas, nagyon jó kis anyag. Nyilván az is látszik, így a ruhákon szerintem, hogy ez egy nagyon széles korosztálynak szól. Ez a paletta, tehát gyakorlatilag a, nem tudom, 20 évestől a 70-80 évesig igen, bárki simán. Volt, hogy ezeket hát ez így van, amikor elkészül a kollekció, és mikor befotózzuk, akkor az anyukám jön föl, és kezd válogatni, hogy ő mit szeretne, és akkor hordja el, elhord kettőt, egy hét múlva jön, hogy emlékszem, hogy volt még, elhord még kettőt. Munkahelyemen dicsérték a kollégáim. Úgyhogy azért mondom, hát azért szerintem, mert hogy egyszerű és letisztult, nincs fulvariálva, tehát igazán de bármelyik korosztály felveheti, hordhatja. Pulóverünk. Ez egy sokkal vékonyabb ilyen melegítő anyag, mint mondjuk a régi originál melegítőinknél. Igen. De hogy itt például mind a kettő anyag organikus. Igen, ez egy belülbolyhos, ez egy téli, ez meg egy ilyen tavaszi. És a legnagyobb kihívás amúgy ezekből találni igazán organikusat, mert általában az összes jerseyben, vagy ilyen futteranyagban van elasztán, úgyhogy És amúgy ennek van egy kis hátulütője is egyébként, hogy a szürke, de csak a szürke anyagnál látod kicsit ilyen... Hát egy idő után elkezd kavarosodni, igen, mert hogy nincs benne, igen. És ez a baj, hogy az organikus anyagoknál ez így kicsit ilyen hátulütő, úgyhogy ezért van az, hogy extrán kell figyelni arra, hogy hogyan hogy bánunk a ruhákat. Hogy 30 fokon legyen mosva, tehát hogy sose felejtjük el beixelni 30 fokot, mert tényleg, hogyha elkezded 50-60 fokon mosni, meg 40 fokon, akkor azért 4-5 mosás után már egy picit érezhető rajta a bolyhosság. Hát amúgy se baj, hogyha 30 fokon mosunk. Igen, én csak azon mosok minél például 30 fokon. Annál jobb. Igen. Igen, ez egy nagyon jó anyag egyébként. Igen. Ez ugye még érdekes, mert hogy gyakorlatilag szabályzati hulladékból igen. Igen, ezt maradékokból csináltam magamnak.
ez nem is volt pont shoppon meg sehol, tehát szoktam ilyeneket csinálni. Gézből is szoktam csinálni egyébként ilyen kis tunikákat, ami különböző csíkokból van összerakva. Imádom, tehát itthon állandóan ezeket nyúzom. Ugyanállatok ez a folyamat, ez szerintem nagyon érdekes meg, hát nagyon jó is, és nagyon családias, ahogy zajlik. Ugye nekem is van tőletek egy ruhám, igen, egy otthoni ruhám. Van, igen, az a rosszaszínű. És ugye hát ennél én végigjátszottam ezt a folyamatot, és nem tudtam egyébként előtte, hogy így működik nálatok, és nekem ez nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy gyakorlatilag levettem a saját méreteimet, és abszolút méretre készültem mindent, tehát hogy ez csak nekem, nem az volt, hogy kiválasztottam, hogy melyik konfekció méretet szeretném, ami aztán majd valahogyan állni fog. Igen, hát ez a lényege, hogy nem akartam egyáltalán konfekció mérettel dolgozni. És ugye ez is jó, hogy Alice, te vagy az, aki kiszállító. Igen. Tehát nem az van, hogy jön egy futár becsenget, hanem az van, hogy te ott állsz, és akkor lehet veled egy kicsit dumálni. Igen, amúgy ez ilyen fontos számomra is, hogy így kapcsolatot teremtsek a vásárlókkal, és néha így azt érzem, hogy már, amúgy meg nem is, hogy azt érzem, de hogy van olyan ilyen ismerősöm, akivel így szoktam így hetente párszor beszélni, akit ezáltal ismertem meg. Mm. És hogy ez egy ilyen tök jó dolog, hogy egy ilyen tök értékes embert megismertem ezáltal, akivel, amikor viszem neki a ruhát, beülök vele kávézni egyet. De és jó. Ez egy ilyen annyira jó dolog, és ilyen nagy családnak érzem magunkat így a vásárlóinkkal. Nekem itt még van egy kedvenc darabom. Az Oberál? Az Oberál, igen. Ez igen, is egy ilyen igazi Jolly Joker szerintem, ami igen. Az Oberál. Mindig jó. És ugye ami még nálatok szerintem fontos, hogy ezért megpróbáljátok így a 4 évszakra igen. tervezni a igen. ruhákat. Teljesen, vagy legalábbis igen. tippeket adni arra, hogy hogyan lehet, ugye a honlapon is lehet olvasni kombinálni. Erről, hogy hogyan lehet igen. kombinálni. Igen, az ehhez is, meg itt csináltunk követés, jövett. Hogy úgy is lehessen hordani, meg öv nélkül, mondjuk én öv nélkül szoktam, én nem vagyok annyira öves. Én övvel szoktam. Igen, de mondjuk a Liszka mondjuk szereti az öveket, amikor lehet mindent masnézni meg. Meg ugye ez is újdonság volt nálunk, hogy patentot rakunk a ruhába. Személy szerint, nem tudom, anya nem szereti annyira. Mert hogy igazából ez is egy fölösleges dolog a ruhában, ami igazából később akár hulladék lehet, vagy egy fölösleges felhasználása. Pedig mindenki keresztetem cipze, biztos, hogy nem. Amikor azt mondják be, hogy mi tud totálisan fenntartható lenni, kb. Semmi, de hogyha az egyféle anyagot használunk, ugye annál fenntarthatóbb. Igen. Pont amiatt, amit igen. mondasz, hogy utána azt már hogyan hasznosítod újra. Nyilván ezt lehet, tehát, hogy... Igen, azért ez fém, mert igen. erre figyeltünk, hogy fém igen. legyen, és nem műanyag, de valószínűleg a következő kollekciókban már nem fogunk használni, igen. úgyhogy ez egy ilyen kis limitált. Ugye az anyagválasztásokról azért már így beszélgettünk, és ugye rátok főként az organikus anyagok, csak az organikus anyagok jellemzők most már. Ezt miért tartottatok nagyon fontosnak? Tehát, hogyha esetleg valaki nincsen annyira tisztában azzal, hogy mi a különbség például, az organikus pamut, meg a pamut között, ebben nyilván ti nagyon belástátok magatokat. Hát igen, ezért nem szeretnék ilyen hipokrata fenntarthatóságot képviselni, de hogy ugye saját életünkben fontosnak tartjuk ezt azért így valamilyen szinten, és tök jó szerintem, hogy egy ilyen opciót tudunk nyújtani, hogy nálunk csak ilyen anyag van, és akkor nem kell így a vásároknak sem külön rákeresni. GOTS és ökotexes anyagokat használunk, most már a legtöbb az goccos. Ezeknél az anyagoknál ugye a vízhasználat, a munkakörülmények, a szállítási folyamatok, a színezési folyamatok, ezek mind-mind ellenőrzött keretek között történnek, és mi nem szeretnénk olyan anyagokkal dolgozni, amiknek nem tudjuk, hogy honnan származik, vagy hogy honnan jött, és ezért fontos nagyon számunkra ez az egész. Igazából ez így csatlakozik a mi identitásunkhoz, meg így a márkának, meg így az életünkhöz is, ahogy így... Igen, igyekszünk így élni, igen. Meg ez egy ilyen szeretet igazából, így az anyagok szeretete, és az egész organikus anyag szeretete szerintem így kihatsz, hogyha ezt viseled, akkor ezt így érzed így magadon, meg a bőrödön, és ez egy ilyen tisztelet szerintem így a földünk felé, vagy így a környezetünk felé, és mi nagyon megszerettük ezeket, és szerintem sokkal tartósabbak is egyébként ezek az anyagok többnyire. Ugye az évekkel így a lemvászon is szinte teljesen felveszi így a testednek a ritmusát, és minden egyes mosással sokkal puhább,
és sokkal olyanabb lesz, mint amilyen te magad vagy. Úgyhogy... Igen, nálatok azért minden szerintem, tehát maga a ruhák, az anyagok, a színek, azért minden egy ilyen földközeli, természetközeli érzetet kell. Tehát a fotók is, amiket mondjuk lehet látni. Igen, összhangban próbálunk lenni nagyon, így a természettel nagyon. Nagyon. És egyébként, hogyha már így a generációkkal kezdtük, akkor mondjuk a te generációd, Ariz, mennyire látod, hogy ez egyre fontosabb? Szerintem mondjuk az én generációmnak talán már fontosabb a fenntarthatóság, mint mondjuk anyu generációjának. Igen. Az én ismerőseim közül nagyjából úgy mindenkinek, szóval, hogy akik így az én generációmból vannak, és ugye én az egyetemi tanulmányaim alatt is nagyon sokat foglalkoztam ugye a fenntarthatósággal és a fenntartható fejlődéssel, és ott teljesen ez a közeg van. A fiatalok, azok nyilván hazaviszik, látják a szüleik, lehet, hogy ők is elgondolkodnak ezen az egészen, és szerintem már az is fontos, hogyha csak így kis lépésekben próbálunk meg erre odafigyelni, tehát, hogy ne legyen egy ilyen önsanyargatás az egész, hogy tényleg úgy kezdje el az ember, hogy így neki is így belefér így az életvitelébe, meg az életritmusába. És akkor már az is egy ilyen hatalmas változást tud hozni, amire most nagyon nagy szükség van, úgyhogy... Én például azért is szeretek annyira ránézni a ti ruháitokra, mert az én anyukám nagyon szereti a lent. Igen. Tehát, hogy én például már gyerekkoromtól kezdve láttam azt, hogy meg ő engem tanított is arra, hogy nézzem meg az összetételét a ruhának. Műszával. Nagyon jó, az ritka. Igen. Pedig ő ezzel nem foglalkozott, de valahogy így ösztönszerűen ez ott de van. De amúgy is fontos szerintem megnézni az anyag összetételét a ruhának, mert viszketsz tőle, minden bajod van tőle, tehát rengeteg anyagtól lehet viszketni, bakarózni, meg hát most ez is van, hogy azt mondják, hogy betegséget is okozhat egy anyag. Tehát, a festék, amivel festve van. Tehát, hogy amikor elkészítek egy ruhát, akkor ugye nálunk ez úgy működik a folyamat, hogy nem fogom és kiküldöm a ruhát úgy, ahogy elkészítettem, hanem először berakom a mosógépbe, kimosom organikus mosószerrel, öblítővel, utána, amikor megszárad, akkor kivasalom, és úgy küldjük el. Tehát beavatási rituálé. Igen, mindenképpen látni akarom, hogy az első mosásnál mi történik, tehát hogy ne ott derüljön ki, hogy kitekeredett, kicsavarodott, na akkor még tudom korrigálni. Úgyhogy nálunk ez alap, hogy már eleve úgy küldjük, hogy tényleg kibontod, és már veheted föl. Nagyon szokták szeretni, hogy milyen finom illata van a ruháknak, úgyhogy ez is egy ilyen gesztus, vagy kedvesség, amit így kapnak tőlünk. De jó. És hogyha már a saját ruháitok is szóba kerültek, akkor én kértem tőletek, hogy hozzatok egy-egy kedvenc darabot, ezeken a darabokon túl, mert hisz azért ezeket ti is hordjátok. Szóval kinek mi a kedvenc? Kedvenc ruhasztoria. Hát igen, ugye mi már nem vásárlunk tényleg fast fashion boltokban, meg nagyon semmilyen boltokban, csak second hand vásárlunk nagyjából. Ő egy Marimek Coing, ez egy finn márka. És hát amúgy ennek az a sztoria, hogy egy barátnőm átküldte nekem, mert látta egy ilyen second hand shopnak a kínálatában, és mondta, hogy Aliz, ez az ink, te vagy. És rám tényleg nagyon jellemzőek ezek a játékos minták és színek, és másnap már ott voltam, és mentem megfele. Szerintem tudom, melyik boltról beszélsz, igen. A típusorúra. Igen. És ott kell lenni reggel 10-kor. Persze, ment a telefon, az SMS, minden, és már ott voltam. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy kedvenc lett azóta. Marimekko is egy fenntartható márka, és ugye én dizájn tanulok, tehát hogy ők azért így dizájnban is nagyon erősek, nem csak divatban, úgyhogy ez nekem egy ilyen Jolly Joker volt, amiért szaladtam. De nyilván nagyon meg fogtok lepődni. Aliz ki volt borulva, de most azt mondta, ami most jelenleg a kedvenc darabom, nekem a kedvenc darabom az egy kosárlabda, mert most jelenleg, tehát ez a kedvenc darabom, ez egy mintiskott kosárlabda, mert... Ezt pedig a Dipopról lőttük anyunak egyébként. És
állandóan mondtam, hogy nekem egy ilyen kell most, erre szükségem van, igen, és akkor Aliszka utána járt, és kaptam. Tehát, gyakorlatilag hogy... ruhaként lehet hordani. Igen, ruhaként hordom, mindenként hordom. Nyáron így a igen, igen, úgyhogy nekem most ez a kedvenc darabom. Jó, hát akkor nem fog meglepődni, igen. Hogyha majd egy-egy ilyen darabot, igen, igen, csak egy 23. Aliszka mondta, hogy furcsa lesz, igen, tehát ezekhez képest ez nagyon furcsa lesz, de hát most az igazat kell mondani, nem? Hát most, csak is az igazat. Igen, csak is az igazat, úgyhogy nekem ez a kedvenc darabom most jelenleg. És jól is áll neked, amúgy.